Már az első rendes tanítási napon megtapasztalhatták a Herman Otto gimnázium diákjai és tanárai, hogy milyen jövő várna rájuk, ha drasztikusan lecsökkenne a pedagógusok száma. A tantestület 37 tanára döntött úgy, hogy polgári engedetlenség keretében nem veszi fel hétfőn a munkát, és a tankerületi központ miskolci székhelye elé vonultak. Itt felolvasták nyilatkozatukat, majd benyújtották azt a tankerületi központ igazgatójának. A pedagógusok elsődleges célja, hogy visszakapják a sztrájk jogukat. Ezen túl pedig továbbra is szeretnék ráirányítani a figyelmet a tanár és utánpótlás hiányra, illetve a bérrendezésre. Reggel 9 órakor kockásinyben érkeztek a Hermanos tanárok a miskolci tankerületi központ épülete elé. Holnap ki fog tanítani, olvasható a Molinón. A pedagógusok szerint az oktatási rendszer egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül. A tanárokat pedig a sztrájkjoguktól is megfosztották. A sztrájkot a tényleges érvényes érdekérvényesítésre alkalmatlanná teszik, most már törvényi szinten, megfosztva ezzel minket és a pedagógus társadalmat alapvető munkavállalói jogaitól. Érdekérvényesítő erő nélkül nincs minőségi oktatás. A nyilatkozat felolvasása után a pedagógusok szerették volna azt átnyújtani a tankerületi központ vezetőjének. Egyelőre nincs senki, aki átnyújtálja. Ám ez nehezebb feladatnak bizonyult, mint hitték, végül az iktatóban tudták leadni a nyomtatványt. A sikert tapssal ünnepelték a várakozó tanárok. A polgári engedetlenség keretében mintegy 37 pedagógus döntött úgy, hogy hétfőn nem veszi fel a munkát. Ezzel is érzékeltetni szerették volna, hogy milyen jövő vár az oktatási rendszerre, ha nem történik érdemi változás. Az eseményen elhangzott, már most is országszerte körülbelül 16 ezer tanár hiányzik a rendszerből. A pálya vonzóvá tétele ezért egyre sürgetőbb feladat. Ez pedig csak a bérek rendezésével lehet, ami minden felmérésben Európában sereghajtók között van. Itthon is a diplomás átlagbérnek a 60%-át éri el körülbelül, vagy még az sem a mi fizetésünk, hiszen egy 2014-es számhoz van rögzítve, úgyhogy egyre jobban elnéptelenedik a pálya. El is öregedik, úgyhogy a helyzet az romlani fog a következő években, hiszen egyre többen mennek nyugdíjba, és egyre kevesebben jelentkeznek egyetemre. Hasonló akciókra országszerte továbbra is számítani kell. A pedagógusok szerint ez a lavina megállíthatatlan. Szerintem ezt most már nem lehet leállítani, úgy gondolom, hogy ez tartani fog addig, amíg nem kapunk normális béremelést, és nem kapunk a központosítás ellen valamiféle orvosságot, egy normálisabb szakmaiságot, és azt gondolom, hogy ez állandó akciókra lehet számítani, a mértéke sok mindentől függ. Szűcs Tamás hozzátette, a Herman Otto gimnázium tanárai jó példát mutattak, és minél több iskolában döntenek majd hasonló akció mellett, annál komolyabb ereje lesz az összefogásnak.